Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy szerelmi jóslás, és ezúttal az ő szív üzenetéről van szó. Megnézzük, hogy mi van vele, mi a gondolata, mi a terve, hogyan érzi magát, mit üzen számodra, miről hallgat, hogy lát téged, és mi fűz össze benneteket. Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kért tőlem ezt a jóslást, a díjam, mint mindig, 4000 forint. Itt az első képen bal oldalon látható az ő jelenlegi helyzete. Itt van mozgás, itt vannak kapcsolatok, megvan a vidámság, ő kialakít egy baráti kört, vagy azt is jelentheti ez a kép, hogy van egy meghívás, egy ünnepség, éneklés, tánc, vidámság. Általánosságban azt lehet mondani, hogy jól érzi magát, vannak jó kapcsolatok, de én úgy érzem, ezek baráti kapcsolatok. És itt ez a vidámság utalhat egy ünnepségre is, ahol ő meghívást kap, és ott lesz ezen az ünnepségen. Felül, bal oldalon ez a lovas férfi utal az ő gondolataira. Mozgásba jön, közeledik hozzád. A kezében a bot jelenti a tűz elemét, ami arra utal, hogy kimutatja a bátorságát, a lelkesedését és a szenvedélyeket is. Lehet, hogy ez a terve, hogy lesz közeledés és keresi veled a testi kapcsolatot. Alul, bal oldalon az eremit jelenti az ő érzelmeit. Ő közeledik hozzád. Ez a találkozás lelkesíti őt. Viszont nem hajlandó érzelmekről beszélni, hiszen ami az ő érzelmeit illeti, visszahúzódó, úgy magába fordul, és nem közli azt, hogy mit érez irántad. Hogy mit közöl veled, azt látjuk ott felül jobb oldalon a képen. Itt igazságtalanságokról van szó. Az egyik férfi olyan magas, elegáns, jómódú, a másik ücsörög a földön, nincs semmije, inkább olyan szegényes. Az lehet, hogy a munkahelyén voltak igazságtalanságok, és erről beszámol neked, mert kevés pénzt kap, vagy nem kapja meg az elismerést. Itt értékekről is szó van, az egyik gazdag, a másik szegény. Ezek lehetnek belső értékek is. Például lehet egy olyan helyzet is, hogy ő úgy gondolja, hogy mindig adott neked valamit. Ez lehet anyagi segítség, vagy megkaptad tőle az elismerést, és ő nem kapott részedről semmit. Emiatt ő megsértődött, előfordulhat, hogy ezért olyan visszahúzódó, és nem mutatja ki az érzelmeid. Persze ez nem mindenkinél így van, általánosságban a kép inkább azt jelenti, hogy valaki anyagilag kihasználta őt, vagy kevés a megbecsülés, és emiatt ő nem érzi jól magát, ezt a helyzetet ő igazságtalannak látja, és mivel ez a kártya jelenti a kommunikációt kettőtök között, akkor ő erről beszámol. Jobb oldalon a kártya mutatja azt,
amit ő szívesen közölne veled, de nem mondja ki, elhallgatja ezt. Itt utazásról van szó. Ez lehet kettőtök között egy belső út is, egy lelki kapcsolat, a hajó jelenti a reményt, hogy minden jóra fordul. Persze ez a kép utalhat külföldi kapcsolatokra, például kereskedelmi kapcsolatokra, vagy lehet egy utazás tervezése, például veled együtt, de erről még nem beszél. A kártya alul jobb oldalon a te kártyád. Ez jelentheti a te hozzáállásodat, azt is jelentheti, hogy ő így lát téged. Itt van a levél. Ez jelentheti azt egyrészt, hogy van egy szerződés nálad, vagy egy írásbeli vizsga, és erről beszámolsz neki. Az is lehet, hogy írsz neki, vagy vannak elvárásaid, és arra vársz, hogy ő írjon neked, és ő így érzi, így lát téged. Amit ez a levél még jelenthet, hogy ő úgy gondolja, hogy a múltban te mindig előírtad neki azt, amit tennie kell. Lehet, hogy emiatt most kicsit visszahúzódunk. De általánosságban, amit ez a kártya számodra jelent, hogy tartsd bele a kapcsolatot. Hogy mi fűz össze benneteket, azt a középen lévő kártya mutatja, a kislány. Lehet, hogy vannak közös gyermekek, és ők fűznek össze benneteket. A gyermek jelenti az ártatlanságot, a játszadozást, a könnyűséget, vagy egy új kezdetet, egy új irányt is jelenthet. Lehet, hogy ez a terve, hogy közeledtek egymáshoz, de nem úgy lesz minden, ahogy a múltban volt, hanem itt most lesz egy új irány. És ő ebben reménykedik, hiszen ott jobb oldalon a hajó jelenti a reményt. Összefoglalnám azt, hogy mit mutatnak a kártyák. Nála megvan most a vidámság. Lehet egy ünnepség, vannak jó kapcsolatok, könnyűség, nevetés. Közeledik hozzád, ez lelkesíti őt, de volt valami a múltban, ami miatt ő megsértődött, ezért nem beszél jelenleg nyíltan érzelmekről. De lesz kapcsolat, sőt beszámol arról, hogy igazságtalanságok érték őt, tervez veled egy utazást, ott a remény, de erről nem beszél nyíltan. Lehet, hogy arra vár, hogy te írj neki, vagy te vársz arra, hogy ő írjon neked, de lesz egy új irány, lesz egy új kezdet, és a gyermek, ami összefűz benneteket, jelenti a fiatalos kisugárzást, az élet örömet, a játszadozást, a könnyűséget, és ez lesz majd a jövő, amit ő veled együtt tervez. És ez volt a felvétel. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra, leírhatod a véleményedet a kommentárba, vagy örülnék annak is, ha megkeresnél a Facebook oldalon Dendera Medici, vagy Dendera Susanna Medici, ahol naponta megjelenik a mai naptár. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera.